és ismét teljesen függőlegesből fordítja le az órát, legyezővel jön vissza. Azt kell mondjam, hogy ez a figura tetszik ennek a pilótának. Nekem is. És gyors is. Azt kell, hogy mondjam, hogy gyors az helikopter. Hoppá! Azt is lehet, hogy... Igen. Egészen úgy formáztam, mint hogyha egy merev szárnyogéppel dugóhúzót játszana, körülbelül olyan volt a dolog. De egyébként van is egy ilyen kitétel a programjában. És most ugye ezt ott a messzességben is megmutatja ezt is a figurát. A legyőzőből indít, és most nem vissza egyenesen felénk. Most nem süllyedő spirál csinál belőle. És hogy még egy érdekes mozzanata lesz még ennek a bemutatásnak mindenképp. Jól tudom, hogyha jól látom, és hogyha valóban az fog történni, amit ő előre leírt, akkor majd ezt a helikoptert látjuk úgy leszállni, mint hogyha repülőgép lenne. Egyenesen, azt hiszem, hogy teljesen függőlegesen a föld felé nézett az óra egy ideig a helikopternek. És akkor lássuk, hogy milyen egy helikopter, hogyha repülőgépet játszik leszálláskor. Sebességszállítás, légitámogatás, felderítés, futásszolgálat, sok mindenre lehet használni egy ilyen gépet. Ismereteim szerint ugyanezt a típus meglehetősen sokan szeretik VIP célokra használni, VIP szállítási célokra, illetve egyáltalán nagyon gazdag hölgy.